Nagy szeretettel köszöntöm a nézőket, itt vagyunk ismét a kávéházban, ezúttal vendégem dr. Slezák Bartos Zsuzsanna. Nagyon izgultam, hogy ki tudjam mondani pontosan a nevét, és itt az interjú alatt arról beszélgettünk egyébként, hogy izgul egy picit. Ilyenkor én is egyébként van bennem egy ilyen druk, hogy milyen lesz a beszélgetés, vagy hogyan tud majd az interjú alany ebben a környezetben feloldódni. Szia, köszöntelek a műsorban, köszönöm, hogy eljöttél. Mit iszol? Fekete teát kértem így délutánra, délelőtt szoktam kávézni, illetve ebéd után még belefér egy kávé, ilyenkor délután már kizárólag egy kis teával javítom a hangulatomat. A fekete teától tudsz egyébként aludni? Mert hogy amúgy az is egy picit pörget, mondjuk te ilyen nagyon, amikor láttalak előadni, vagy hallottalak beszélni, nagyon ilyen nyugodt vagy, abba beleférhet még a fekete tea. Megmondom őszintén, még valamikor a fekete kávé is belefér. Tehát, hogyha azt érzem ilyen délután 3-4 óra környékén, hogy nem olyan a lendület, akkor van két kisgyermekem, és hozzájuk még délután is kell azért a lendület, tehát ilyen este 8-9-ig nálunk nem áll meg az élet, ezért akár még egy kávé is belefér nekem a délutánokba. Na de hogy miért is hívtam meg Zsuzsit? Azért, mert hogy ő 2006 óta itt tanít a Pécsi Tudományegyetem szexuális karán, egyetemi adjunktus, rengeteg hallgató kijött a kezei közül mindenféle szakokon, és egyébként ő szexárdi eredetileg. Melyik részén nőttél fel? Felsővárosban, a Babics iskolában jártam. Egyébként a gyerekeim is most oda járnak, igen, 6. és 8. osztályosok. És utána a kereskedelmi szakközépiskolába folytattam egyébként a tanulmányaimat, mert kisgyerekként azt gondoltam, hogy én kereskedő leszek. Tehát nekem az álmom az volt, igen. Nekem az álmom az volt, hogy én kereskedő leszek. Én kiskoromban egyébként ilyen játékokkal is játszottam, meg szerettem így adni, venni, meg kereskedni. És egyébként élveztem is azokat az éveket. Tehát ott a kereskedelmi szakközépben szerintem nagyon gyakorlat orientált a képzés. Tehát mind a évközben, mind ugye minden nyáron volt nekünk ilyen gyakorlati képzésünk, sőt negyedikben volt egy ilyen belső kis bolt, és annak én voltam a boltvezetője hónapokig, úgyhogy azt is nagyon élveztem. És onnan, hogy kereskedő szerettél volna lenni, hogy jutottunk el, vagy hogy jutottál el odáig, hogy egyetemi adjunktus vagy? Igen, erre a kérdésre számítottam, hiszen nálunk azért a családban nincsen pedagógus, sem oktató, és nyilván nekem se az volt általános iskolába vagy középiskolába a fejemben, hogy én egyetemi oktató leszek. A középiskolában gondoltam azt, hogy valamit tovább kéne tanulni, de nem voltam benne biztos, hogy milyen irányba menjek tovább, és akkor én ezt a pénzügyi számviteli vonalat választottam. Zalaegerszeget jelöltem egyébként meg, aztán mégsem jött össze Zalaegerszeg, illetve olyan módon jött össze, hogy Székesfehérvárra vettek föl egy ilyen nulladik évfolyamra. Ezt egyébként elvégeztem, ott egy pénzügyi ügyintézői végzettséget szereztem, de akkor ugye fiatal az ember, és hogy mondjam, az volt a fejemben, hogy nem igazán szeretnék asztal mögött ülni és számolni egész életembe, és akkor jött ez a lehetőség, hogy Kaposváron folytassam a tanulmányaimat. Indult az első ilyen gazdasági agrármérnök évfolyam, kifejezetten ilyen élelmiszergazdasági irányultsággal. És akkor oda felvételiztem, felvettek, és ott megtaláltam a helyemet. És az egyik professzorom karolt fel, tehát már ott az 5 év alatt elkezdtem ilyen tudományos diákköri munkát, amiben sikereim voltak. Tehát pályázatot nyertem meg vele, TDK-t, ilyen tudományos diákköri konferenciát nyertem meg vele,
És ő javasolta, a professzorom javasolta, hogy próbáljak meg ilyen irányba menni. Akkor alapítottak egyébként egy új doktori iskolát, amikor én végeztem pont az egyetemi tanulmányaimmal, így van Kaposváron, mert hogy előtte csak ilyen állattenyésztési doktori iskola volt, és akkor indították, vagy alapították ezt a gazdálkodás és szervezés tudományok doktori iskolát. Ebbe tudtam én rögtön bekapcsolódni. Tehát ott maradtál akkor ott a doktori képzésre. Igen, ott maradtam, mint ösztöndíjas PhD hallgató, utána mint tanszéki mérnök, és 2005-ben szereztem meg a PhD doktori fokozatomat. És 2006-ban tértél akkor vissza Szekszárdra? 2006-ban tértem vissza Szekszárdra. És akkor mindjárt az egyetemre? Igen, tehát én azért folyamatosan figyeltem az itteni felsőoktatást, azt is tudtam, hogy akkor az akkori időben volt gazdálkodás szaka itt a főiskolán. Ugye mindenki, nagyon sok mindenki még most is azt gondolja, hogy itt csak tanítóképzés folyik, pedig nem, tehát nagyon régóta nagyon sok színű itt a paletta, ami a képzéseket illeti. Tehát akkor, amikor én visszatértem, igazából a gazdálkodási képzés miatt tértem vissza, majd pedig utána elindítottuk a turisztikai képzést. És az majdnem 10 éven keresztül működött. Akkor ugye visszakerült Pécsre ez a jellegű, mert ugye ez itt is egy közgazdasági jellegű képzésről van szó, de hát azóta is szélesedik azért a paletta. Tehát most a, nyilván a pedagógiai láb az egy rendkívül fontos láb a képzések kapcsán, de itt azért mezőgazdasági képzések indultak el az utóbbi időszakba. Hát ez is most már egy, amióta gondolat elindult, az körülbelül 8-10 év, mert hogy a szőlészborász képzéssel indítottuk ezt az egész palettát, mégpedig a természettudományi karral közösen. Most, ami nálunk szőlészborász képzés folyik, az egyébként egy ilyen 2 éves képzés, felsőfokú szakképzés, illetve indítottunk egy mezőgazdasági felsőoktatási szakképzés, és van még egy vidékfejlesztési agrármérnök képzésünk is, ami egy főiskolai képzés, tehát egy BA képzés, diplomát adó képzés. Szerintem erről is nagyon sok mindenki nem tud egyébként. Igen, és hogy látod egyébként, hogy 2006 óta azért nyomon követted az oktatást, ugye előtte is hallgatóként, aztán azóta adjunk, vagy hát tehát amilyen titulusban éppen az egyetemen, szakfelelősként, adjunktusként. Hogy látod, hogy mennyire változott meg a hallgatók igénye, az oktatási rendszer, tehát hogy hogyan viszonyul ez egymáshoz, ez a két dolog? Hogyha a hallgatókat nézem, nyilván a gyerekanyag megváltozott. Tehát annyira felgyorsuló világban élünk, ugye rengeteg digitális technika, a mobiltelefonok, az, hogy internettel próbálunk, online próbálunk mindent intézni, de gondoljunk csak bele a mindennapokban is, mi is most már lassan így éljük az egész életünket, és azt gondolom, hogy a Covid helyzetre még jobban ráerősített, hiszen ott rá voltunk kényszerítve, mi oktatók, illetve a diákok is, hogy online végezzük tulajdonképpen azt a tevékenységet, amit előtte csináltunk. Én azt gondolom, hogy mindennek van jó oldala, és van rossz oldala. Tehát a rossz oldala nyilván az, hogy a személyes kontaktus elveszik nem csak az oktató, illetve a hallgató között, hanem hallgató és hallgató között is. Tehát sokszor hallottam azt, hogy kollégium szobában az egyik
kis diák úgy szólította meg a másikat, hogy nem átment hozzá, és akkor beszélgetünk egyet, hanem elkezdtek csetelni egymással. Tehát tulajdonképpen ott voltak egymás mellett. Azt gondolom, hogy, és ezt látom, hogy egy-két dolog megmaradt az oktatásban a COVID-helyzet után is, amit egy jó dolognak tartok, tehát például olyan előadások, amelyeknél nincsen, nem kell, hogy interaktív jelleggel működjön az oktatás, csak mondjuk egy frontális előadásról van szó, ott azt online meg lehet tartani mondjuk a levelezősöknek, hogy ne kelljen Békés Csabáról, vagy Budapestről, vagy nem tudom én, Ózról eljönnie a képzésre, hanem akkor online azt otthon meg tudja hallgatni azt az előadást. Honnan érkeznek különben a hallgatók? Azt gondolom, hogy főleg Tolna megye, illetve a közeli... Tehát abszolút van rá igény, hogy helyben legyen. Abszolút. Viszont van egy-két olyan képzésünk, amelyik országos vonzású. Tehát például van ez a szakoktató képzésünk, ami ugye megint csak a pedagógiához közelít, de azért nagyon sok más területre is kinyúl. Tehát gazdasági területre, szolgáltatási területre, agrárterületre ilyen specializációkkal indítottunk az elmúlt években. És nagyon régóta megy ez a képzésünk, és Békés Csabát nem véletlenül mondtam, onnan is vannak hallgatóink a szakoktatói képzésen. Régóta vagy az egyetemen. Elgondolkoztál valaha azon, hogy más területen vagy máshol kamatoztasd a tudásodat? Igen, tehát mindig gondolkodik az ember, mindig tervez az ember, mindig újat szeretné az ember. Tehát nyilván mindenkinek a fejében megfordul az, hogy esetleg más területeken hogyan tud érvényesülni. Én azt gondolom, hogy aki egyszer tanár lesz, és szereti ezt a hivatást, szeret tanítani, szereti azt látni, hogyha bemegy a terembe, és érdeklődnek a hallgatók, vagy kérdeznek, mernek kérdezni, vagy érezni azt, hogy valami ismeretet átadtunk a részükre, akkor ez egy nagyon inspiráló dolog. Tehát aki egyszer tanár, az mindig tanár? Örökre az marad? Én azt gondolom, igen. Én azt gondolom, hogy igen. Most egy újabb fokozatra készülsz a tudományos életben, vagy a tudományos pályádon. Mi ez pontosan, és mi az, amivel foglalkozol ezen a területen? Így van, tehát az egyetemi oktatóknak nem csak az a feladatuk, hogy tanítsanak, hanem kutassanak is. Tehát nekünk folyamatos publikációs munkáink is vannak, konferenciákon előadásokat tartunk, és tulajdonképpen az oktatói létnek a megerősítése, oktatói-kutatói létnek a megerősítése történik ebben a habilitációs kötelezettségben, habilitációs munkában. Erre készülök egyébként én most, próbálom ezeket a feltételeket teljesíteni, újabb publikációkat, újabb kutatásokat nyilvánossá tenni, és ezt a munkát végzem most. Mi a témád? Mi a témám? Település filozófiával foglalkozom most. Eddig is egyébként ezen a területen mozogtam, tehát település marketinggel foglalkozom most már nagyon régóta, tehát 2012-ben indult el, azt gondolom, ez az érdemi munka, amikor a Szekszárd város részére elkészítettük a komplex marketing stratégiát, ami, ha jól emlékszem, egy 8 éves tervet jelentett. Én azt gondolom egyébként, hogy ebben a stratégiában megfogalmazott javaslatokat figyelemmel kísérte a város. Nagyon sok javaslatot egyébként meg is fogadott.
Például az arculatváltással kapcsolatosan, ugye előtte eléggé, hogy mondjam, nem volt egyértelmű az az arculat, nem tükrözte a városnak az adottságait és lehetőségeit, így van. És azt gondolom, hogy egy nagyon szép letisztult és egyértelmű arculatot sikerült kialakítani, illetve a rendezvények kapcsán tettünk még javaslatokat, hiszen a rendezvény naptárunk akkor abban az időszakban még elég üres volt, tehát kevés rendezvény volt, főleg a nyári időszakban volt, ugye a fő rendezvényünk a születi napok, az már egy nagyon régi rendezvény, de a nem tudom én, az őszi, téli időszakban csak az adventi vásár jelent meg, illetve a tavaszi időszak is elég üres volt, és bízom benne, hogy ennek okán egyébként elég sok rendezvény került a rendezvénynaptárba. Emlékszem különben erre a munkára, még akkor még sajtótájékoztatót is tartottatok róla, és pont én tudósítottam róla, talán több állomása is volt egy ilyen, egész ilyen megbeszélés sorozatot szerveztetek, ha jól emlékszem, a városi közélet több szereplőjével. És amúgy mondod, hogy nem, nincsen pedagógus, vagy nem volt előtted pedagógus a családban, de közéleti szempontból meghatározó személy azért volt az édesapád méghozzá, aki egyébként a város arculatának alakításában is, ugye a saját munkája terén építészként jelentős dolgokat alkotott, és én tudom, hogy te nagyon büszke vagy rá, és számodra egy nagyon meghatározó személy. Így van. Tehát ő a Szekszárd Paksi Vízitársulatnak volt először a főmérnöke, majd pedig az ügyvezetője, tehát neki köszönhetjük tulajdonképpen az ő tervezésének, illetve a kivitelező munkájának, valamint a munkának, hogy ő irányította ezeket a munkákat, nagyon sok minket, tehát például a Szálkai tót, vagy nagyon sok itt a város körül, vagy a városban különböző utak, területrendezések, de például nagyon sok borász köszönheti neki a területeknek a kialakítását, teraszításokat, stb., ahol ott ugye ezeket az ültetvényeket létre tudták ezek a borászok hozni. A település marketing és a település filozófia az miben fonódik össze, és mi az, amiben különbözik? Tehát mik a hangsúlyos területek benne? Igen, tehát eddig település marketinggel foglalkoztam, ott inkább a gazdasági szempontokat, versenyképességet kutattam, vagy például foglalkoztam a rendezvényekkel, a szekszárdi rendezvényekkel, Covid-helyzet előtt, Covid-helyzet idején. Azután is volt egy felmérésetek, ugye? Így van. Emlékszem rá. Ezeket az adatokat is publikáltam. Tehát ezzel foglalkoztam. És hogy miben kapcsolódik hozzá? Igen. A település filozófiában pedig most pont azokat az ismérveket, szempontokat próbálom kutatni, hogy mondjuk az, hogy pozitív, mi a pozitív otthonérzésnek az összetevőit, és ezt összekapcsolni egy kicsit a település marketinggel. Ami végül is logikus tekintettel, hogyha mondjuk vannak rendezvények, akkor lehet, hogy a fiatalok szívesebben jönnek vissza, vagy vannak jelen így a városban. Van, így van, ez például a közösség, tehát hogy valamilyen közösséghez tartozunk a településen, hogy mennyire fontos elv, mennyire fontos szempont ez, hogy pozitívan tudjuk megítélni ezt az otthonérzést, az egyén pozitíven tudja megítélni ezt az otthonérzést. Hiszen, hogyha ott vagy egy közösségben, ahol te egyedül vagy, semmi módon nem tudsz kapcsolódni ehhez a közösséghez, sem hobbi, sem érdeklődés, sem párkapcsolat, akkor egészen biztos, hogy ez a pozitív otthonérzés, ez nem kapcsolódik hozzád. Vagy például a biztonságnak a kérdése. A másik közbiztonság, nagyon fontos. Vagy úgy általában a biztonság? Nem is feltétlenül a közbiztonság. Nyilván mindenkinek ez jut először eszébe, hogy közbiztonság, kimegyek az utcára,
vagy mondjuk gyerekeim vannak, akik mondjuk délután 5-kor télen jönnek haza sötétben, és féltem őket, mert mondjuk olyan közbiztonság, vagy mondjuk a bűnelkövetések száma, tehát legelőször ez tűnik elő, ami a biztonság kérdésénél. De a biztonság ennél többet is jelent, hiszen a biztonsághoz mondjuk az anyagi biztonság is hozzátartozik. Vagy akár a szociális háló. Vagy például a szociális háló, tehát hogy az adott településen vannak-e olyan munkalehetőségek, azok a munkalehetőségek olyan fizető jövedelmet tudnak adni abból a tevékenységből, amely által te anyagbiztonságot tudsz elérni. Vagy mondjuk az érzelmi biztonság, ugye ez is nagyon fontos kérdés. Ha most így kellene valamit prognosztizálnod, hogy hogyan alakulnak az elkövetkező évek, a Pécsi Tudományegyetem szexuális karán mit látsz, milyen irányba megy most az oktatás tartalma, meg úgy a hallgatói létszám? Uh-huh. Én azt gondolom, most az utóbbi időszakban jelentősen emelkedett a hallgatói létszám. Ugye ez köszönhető annak, hogy nem csak egy szexárdi, hanem egy pécsi képzőhelyünk is van, ahol azért a képzéseknek a releváns részét megtudtuk, vagy meghirdetjük, tehát tanítóképzéstől elkezdve, elég sok képzéssel érhető Pécsen is. Illetve van egy új képzésünk is, egy teljesen új területhez kapcsolódóan, egy ERTESZ-szervező képzésünk, ami Pécsen indul, ez is egy ilyen 2 éves képzés, és az a filmes szakmához kapcsolódik. Tehát én azt gondolom, ezt a széles palettát meg fogjuk tudni tartani a közeljövőben is. Nagyon bízom benne, hiszen nagyon jól látszik az, hogy mind Pécsen van helyünk, mind pedig Szekszárdon van helyünk, hiszen a Tolna megyeieknek akkor nem kell utazniuk Pécsre, tehát nagyon sokan vannak úgy, hogy fiatal diákok, akik a bejárást esetleg egy szomszédos településről meg tudják oldani, de mondjuk a pécsi megélhetést azt már nem tudja támogatni mondjuk a szülő, vagy nem tudja vállalni a kis diák, a kis hallgató, hogy mondjuk leutazzon oda minden nap, vagy pedig ott béreljen albérletet. Tehát azt gondolom, hogy van létjogosultság a szexuális karnak. Széles a paletta, nem csak tanítóképzőről van szó, de egyébként ez is bővül, tehát egy gyógypedagógia irányába, szakoktató irányába bővítettük ezt a képzést. Ami meg már igaziból olyanoknak szól a szakoktató képzés, akik valamilyen végzettséggel, diplomával rendelkeznek, tehát ők... Nem. Tehát ez egy teljesen alap képzés, tehát semmilyen alapdiplomával nem kell hozzá rendelkezni, de egyébként vannak olyan képzéseink is, jól mondod, ami ráépül, tehát van egy ilyen PR és szóvivő képzésünk is, ami másoddiplomás, illetve természetpedagógia, illetve egyéb más pedagógiai szakirányú továbbképzéseink is vannak. A habilitációs folyamatnak mikor érsz a végére? Hát minél előbb szeretnék, igazából rajtam múlik a folyamatnak a gyorsasága. Nyilván vannak ott is mérföldkövek, amiket kell teljesítenem, illetve hogy a szenátus, illetve a kari tanács, hogy mikor ül össze, tehát nyilván azokat sem én határozom meg. Itt még tanulmányok publikálását kell elvégeznem, tehát ez a munka még egy-két területen előttem áll, de azt gondolom, hogy utána semmi akadálya nem lesz ennek, hogy ezt a folyamatot elkezdjem, illetve bízom benne, hogy jövő év végére be is tudom fejezni. Én sok sikert kívánok hozzá. Remélem, hogy akkor majd még egyszer visszatérsz, és akkor újra még jobban ki tudjuk bontani ezt a témát, mert hogy egyébként az embernek 1000 kérdés felmerül ilyenkor a fejébe, és még tudnék arról órákat beszélni, hogy mondjuk a település marketingben te mit látsz.
merre tartunk, hova megy a város, úgy általában a társadalom ehhez hogyan viszonyul. Remélem, hogy minél előbb te is a folyamat végére érsz, amiben most benne vagy. Sok sikert kívánok hozzá. Köszönöm, hogy itt voltál. Köszönöm, hogy eljöttél. A nézőknek pedig a figyelmet. Köszönöm.